sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a mikrofonnál klézbe át. mai vendégem az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokának birtokigazgatója Hegyi Ádám. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Nekünk volt egy korábbi beszélgetésünk, amikor napokban, hetekben bemutatkozott ugye az egyetem új bor mentje, akadémia névvel, de mielőtt erről beszélnénk, engem mindenképpen érdekelne az is, remélem, hogy a hallgatókat is, hogy hogyan lettél te szőlő birtokigazgató, mert én időközben megtudtam, hogy te fizikus végzettségi igen. vagy. Nekem annyira evidencia volt, hogy szőlészborász végzettséggel. Hát igen, ez egy, ez egy elég kocifántos időszak volt az életemben, amikor ez így kialakult, de talán ez a legoptimálisabb, ahogy ez így történt. Én fizikusként végeztem az eltén, a mesterképzést is, és, és utána egy doktori iskolát is elkezdtem ott fizikusként. De ezzel párhuzamosan, akkor még párom, most már felesége, mert mindig is terve volt, hogy egy borászatot hozunk létre. Ugye a feleségem ő borászként végzett, a kertészeti egyetemen, és ő neki mindig is ez volt a célja, hogy ez a családi hagyomány, hogy borászként szeretne dolgozni, és úgy gondoltuk, hogy egy kis szövődészetet, borászatot, és mellette valami kutatást, hogyha tudunk végezni, hiszen ő is doktorált, azóta már az lenne nekünk a legideálisabb, de hát ezt nehéz összeegyeztetni, mert hát például egy fizikus, én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy a lehető legjobb kutatóintézetekben is tapasztalatot szerezzen, még ha utána visszatér esetleg Magyarország, vagy egy ilyen kisvárosba, mint Eger, és hát úgy gondoltuk, hogy a szőlő területet viszont nem tudjuk magunkkal vinni. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, hogy akkor most melyik mellett döntsünk, és 2016-ban jött egy olyan lehetőség, hogy az EGRI, akkor még Eszterházi Károly Egyetem, ugye azóta Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet megkapta egy egybeolvadással az akkori Károly Robert Főiskolával, és ennek a kutatóintézetnek az élére kerestek valakit, aki a termelést tudja irányítani termelési folyamatokat, tehát a szőlőtermesztést, a borkészítést, és természetesen ez a termelési folyamat, ez összefüggésben áll az oktatással és a kutatással is, hiszen azok a szőlőterületek a tangazdaság jellegű szőlőterületek is, és a kutatási területek is. Tehát a, azok a szőlőterületek, amikből bort készítünk, azok sok esetben párhuzamosan egy kutatás alapja, és a hallgatók is azon tanulják a szőlőtermesztést. A mi szempontunkból ez a legidálisabb együttállás volt, hogy egy egyetemen szőlőtermesztéssel lehet foglalkozni, esetleg mellette lehet kutatni is. És ezért úgy döntöttünk, hogy akkor itthon maradunk, ugye mert én Egerben nőttem fel, és a feleségem is Egerben nőtt fel, hogy akkor itthon maradunk, vagy hát Budapestről az egyetemi évek után visszaköltözünk haza, és itt dolgozunk mind a ketten az egyetemen, én, mint a szőlőbirtoknak a birtok igazgatója. Most pont azon gondolkoztam időközben, hogy ha általános vagy középiskolai tantárgyakat én, mint nem szőlészborász végzettségű keresnék ehhez a szakmához, akkor a biológiát, meg a kémiát, valószínűleg a matematikát is hozzátenném. A fizikát lehet, hogy maximum negyedikként tettem volna hozzá, Igen. tehát a fizika, a kutatás szó ugye többször elhangzott, uh -huh. ez itt ugye az eszenciája az egésznek, vagy talán a, a közös pont, Igen. de mondjuk a, a fizika lehet ugyanolyan hasznos ebben a szakmában, mint mondjuk egy biológia, kémia, vagy egyáltalán jól állítottam fel itt a és sorrended? Igen, a sorrend jó. Az, hogy minek mi a hasznossága, az elég gyorsan változik. Nyilván nagyon sok biológiai és kémiai ismeretre szükség van ahhoz, hogy az ember jó szőlészborász kutatói legyen. Tehát ezek biológia és kémiai folyamatok. Tehát az elengedhetetlen. De én azt gondolom, hogy az én általam tanultak közül, amit a fizikai tanulmányaim alatt sajátítottam el, nagyon sok olyan képességet tanítottak meg nekem, amit jól fel tudok használni. Én mindig is úgy gondolkoztam, és mindig is olyan területen dolgoztam, ami nem teljesen egy tantárgy vagy egy témakörre fókuszál, hanem szerettem az ilyen inter- vagy multidisciplináris területeket. Anyagfizikával foglalkoztam egyébként, ami egy kicsit talán kémiai és műszaki ismereteket is igényel a, az alapkutatás jellegű fizika mellett. Meg hát gyakorlati embernek tartom magam, tehát én nagyon szeretek kint a szőlőben dolgozni, a pincében dolgozni, traktoron ülni, így a kutatásban is a gyakorlati oldalát szeretem a, megfogni a dolgoknak, és az a terület, amivel én most már mint kutató is foglalkozom, a szőlészeti, borászati termelésnek az irányítása mellett, az egy bioinformatika jellegű mikro- és molekuláris biológiai terület, ahol Gyakorlatilag azokat a statisztikai és matematikai ismereteket tudom nagyon jól kamatoztatni, amit egy fizikus sokkal többet tanul, mint egy biológus például, mert ilyen a területnek a sajátossága, és így nagy segítségére tudok lenni sokszor a kollégáknak is ebben a kérdéskörben. Csak hogyha egy gondolat erejéig el lehetne játszani azzal, hogyha nem kerültél volna a feleséged révén a szőlővel, borral kapcsolatban, és még az egyetemi nagy távlati tervek, akkor te most öveges professzor nyomdokaival lennél valószínűleg? Hát, ha nem is öveges professzor, de nem hiszem, hogy szőlővel és borral foglalkoznék. Nekünk a családunkban ugyan volt szőlő, mezőkeresztesen a nagypapámnak, de az egy pici háztáji szőlőterület volt. A mezőgazdaság mindig is érdekelt egyébként gyerekként is én a kertben. Szerettem játszani, meg volt saját paradicsomom, meg, meg nyulaim, meg, meg ilyenek. Ezzel szívesen foglalkoztam, de, de nem volt arra lehetőség, hogy szőlőt műveljünk, ugye? Azért, amikor mi ezt elkezdtük a feleségemmel, a saját szőlőterület művelését, az 2010, akkor már azért bőven a rendszerváltás után kialakult a birtokrendszer. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem olyan könnyű volt már szőlőterülethez jutni, mint korábban. Tehát akinek volt, annak volt lehetősége szőlővel foglalkozni. Akinek akkor nem volt, annak vásárolnia kellett, ami nehéz, főleg fiatalon. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok emiatt, hogy belekerültem ebbe a világba, és megismertem a borvilágát. Ez egy csodálatos dolog, mert a legszebb része talán az, hogy hogy nagyon szuper és nagyon erős és nagyon őszinte emberi kapcsolatok alakulnak ki a szakmán belül, meg a borfogyasztók és a borászok között is. És milyen az élet a szőlőbirtokon? A szőlőbirtokon az élet az nagyon izgalmas, mert amellett, hogy mi próbálunk egy hagyományos egri borászatként dolgozni, és élni minden mindennapokat, és azokat a feladatokat elvégezni, amiket egy ilyen borászat elszokott, amellett nekünk ugye az oktatás és a kutatás az ezek előtt, tehát ettől fontosabb, mindig előtérbe helyeződik. Tehát mondok egy példát, az egri csillagborunkban mindig van leányka de hogyha valamelyik kísérlet azt kívánja, hogy a lányka szőlőterületen valami, mondjuk egy olyan kísérleti beállítást kell eszközölni, ahol mondjuk nem permetezünk, vagy csökkentett mondom permetezünk, és akkor így, így valószínű kialakul valami járvány, mert ugye ezt akarjuk megfigyelni, vagy ezt akarják a kollégák megfigyelni, akkor mi beáldozzuk a lányka termésünket ennek érdekében. Tehát nekünk a kutatás az első. Én azt gondolom, hogy ez azért is, mert egy egyetemnek kell beáldozni a, a termését ennek érdekében, és nem egy borászatnak. Tehát ez nekünk a küldetésünk, nekünk az alaptevékenységünk az oktatás és a kutatás, de nyilván nem mindig kell ezt meglépni, tehát hogyha, hál' Istennek, nem minden évben és minden szőlőfajta esetében jönnek ilyen ötlettel a, a kutató kollégák, úgyhogy bőven marad olyan termésünk, és akkor most ez nyilván kisarkítva, de hogy marad olyan termésünk, amiből bort tudunk készíteni. Ugye ez tervezhető azért egy kutatás, meg a, főleg a, amit a szőlőterületen állítunk be, a kísérleti beállításokat, azok általában hosszabb időtartamúak, és évről évre jól tervezhetőek. Tehát én tudom, hogy például a következő évjáratban mely területekre lesz szüksége a kutatóknak, oktatóknak, és melyik az, amit ők érintetlenül hagynak, és termelhetünk rajta kiváló borokat. De azért ez változik, és igen, ennek vannak adott esetben nyomai. Tehát van olyan eset, amikor ez a mondjuk egy ilyen kezeletlen területen kialakul egy olyan lisztharmad fertőzés, hogyha utána nem annyira szerencsés a következő évjárat ebből a szempontból, akkor nekünk extra nyomással kell szembenéznünk, még egy, egy átlagos borászat könnyedén meg tudja védeni, egy szőlőtermő könnyen meg tudja védeni ezt a területet. Nekünk az előző évi kimaradt permetezés miatt még nagyobb lisztharmad nyomás van például, és nehezebben tudjuk megvédeni a területet, de ez. De mi szívesen együtt élünk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a kutatások a jövőt vetítik elénk, tehát itt azért kutatjuk a lisztharmatot, hogy jobban tudjunk majd ellene védekezni, hogy ez ilyen áldozatokkal jár. A kutatás alatt azt értjük, hogy komplet berendezett laboratóriumban ehhez értő emberek Igen. vizsgálgatják. Most Igen. pont az jutott eszembe, hogy hány hektárról beszélünk? 25 hektár termőterületünk van, ebből 5 hektár gémbank. A gémbank az azt jelenti, hogy ott a pici parcellákra van osztva a terület, és mondjuk ilyen 15 vagy 20 tőke. Ezek sokszor különböző szőlőfajták, sokszor különböző fajtáknak a változatai, azokat ugye klónoknak hívjuk, tehát a klónjai, illetve ennek is különböző változatai, hiszen a szőlőszaporítás során mikroklónok meg szubklónok is ki tudnak alakulni, ezek már nagyon bonyolult a részletei ennek a szőlőfajta kérdésnek, illetve a korábbi szőlőnemesítési munkának azok a köztest termékei, így hívjuk, amik nem kerültek végül állami elismerésre, nem alakult ki belőle egy megnevezett szőlőfajta, hanem valami kód számmal egy ilyen köztes termék otthon a Gémbankban. Ezek a jövőbeli szőlészeti kutatások szempontjából nagyon hasznos, és a szőlőbiodiverzitás, tehát a szőlőfajtáknak a sokszínűségét őrző egyedek, úgyhogy ezeknek a fenntartását mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, de nyilván termesztés értéke nincsen. Tehát ez az öt hektáról mi nem készítünk bort, vagy ha készítünk is, csak nagyon pici részéről, és valami nagyon speciális célra, vagy akár gyümölcslevet készítünk belőle. Amikor az előbb arról beszéltünk, hogy ugye, hogyha mondjuk a kutatás érdekében fel kell áldozni, nem tudom, két vagy három sor, akkor olyan létezik, hogy gyakorlatilag a 25 hektár szőlőbirtokon lévő összes mondjuk leányka ültetvény, tehát, hogy akkor különböző lesz, és akkor van olyan, ami a lisztharmat áldozata lesz, mert a tudományoltárán lesz az a tőke feláldozva, valami egészséges lesz, valami pedig kerül a palackba, majd mondjuk igen. az akadémia palackba. Igen, igen, ez, ez pontosan így van. Tehát, vagy például a hallgatók készítenek belőle hallgatói bort, van egy ilyen programunk, hogy egy sorszőlő, egy hallgató, minden évben minden szőlészborász hallgató kap egy sor szőlőt, amit ő művel, legalábbis a szorgalmi időszakban mindenképpen, de azért elég lelkesek a hallgatóink, úgyhogy a vizsgai időszakban is szívesen kijárnak az ültetvényre. Nyáron. nyáron is, aki nagyon lelkes, az nyáron is. Nyilván nyáron sok munka van a szőlővel, de a növényvédelmet azt központilag végezzük, mert úgy hatékonyabb. Úgyhogy azt a, ugyanúgy a traktora, hogy járja az ültetvényeket, bepermetezi a hallgatói sorokat is. Aki esetleg szeretne mondjuk bio módon permetezni, vagy valamit nem, mondjuk rezet nem használni, vagy valami ilyen mini projektet talál ki a témavezetőjével ebbe az egysorszülő egy hallgató projektben, akkor ott nem. De hogyha ilyen nincsen, akkor azt ott a növényvédelmet elvégezzük, a szőlészeti munkákat a hallgatókat kérjük, hogy végezzék el akkor is, hogyha ez túlmutat a tanórák idején, illetve nyári szünetben van, de nyilván, hogyha kell, akkor megbesegítünk, tehát hogy emiatt ne, Mert egy, egy kimaradt munkafázis miatt ne úszjon el az egész év. Ha most jól emlékszem, 36 sor van, akkor annak a fele az valami kutatásnak, vagy valami hallgatói célra van számva, és akkor abból nem tudunk bort készíteni, hanem csak a másik feléből. De ez így is volt mindig, tehát hogy nekünk ez nem újdonság. Mindig is voltak ilyen lehetőségek, meg nyilván igyekszünk ezeket a dolgokat optimalizálni. Mondjuk a szirászölőfajtából nincsen csak hat sorunk, azt a hat sort csak valami nagyon fontos célra szeretném beáldozni, hiszen az egy jó fajta, és egyébként például egy szuperior bikavérben egy nagyon jó összetevő lehet, de hogyha ezt mindet beáldozzuk valami célra, akkor azzal a borunk egy picit gyengébb lehet, úgyhogy ha esetleg mondjuk a Merló fajta is alkalmas arra a kísérletre, akkor inkább azt választjuk közösen, de ez mindig uh, egyeztetésre kerül a kutató és oktató kollégákkal, hogy melyek területek azok, amik úgymond így beállózhatóak. Az előbb egy olyat mondtál, hogy biomódon Igen. szeretne permetezni mondjuk egy hallgató. Na most ugye az ember, aki kimegy a piacra, egy ember, aki nem szülészborász végzettségű, mint ahogy említettem, volt én sem, a biornál azt gondolja, hogy vegyszermentes teljesen. Akkor ez mit jelent, hogy biomódon permetezni? Igen. Hát nem vegyszermentes, csak bizonyos vegyszereket nem lehet használni. Igen. Tehát alapvetően úgy lehet legegyszerűbben elképzelni, hogy csak olyan vegyszerek, lehet használni, amik nem szívódnak föl a növénybe. Ez sem teljesen igaz, de mondjuk ez egy jó általánosítás, vagy jó kép lehet, hogy olyan szereket lehet használni, ami a megmarad a szőlőbogyónak a külsején, és mondjuk azt egy eső lemossa, vagy vízzel le lehet mosni, és a felszívódó szerek azok még nem biok. Mondom, ez nem teljesen igaz így, mert vannak erre ellenpéldák is, de alapvetően mondjuk ez egy jó trend lehet. Az, hogy bio egy ültetvény, egyébként ez egy hosszú átállás, tehát ez egy öt éves átállás. Nyilván ettől nem lesz az az egy sor bió, vagy egy hallgató egy évig úgy permetez, de változni fog a, az egészségügyi jellemzője a növénynek. Tehát egy nehezebb évjáratban biomódon nehezebb megvédeni a szőlőt. Minden évjáratban nehezebb megvédeni a szőlőt biomódon, több energia befektetés kell, nem csak a permetezésbe, tehát a növényvédelembe, hanem a szőlő zöld munkájába, tehát abban a munkába, amit a, a, tőkén, a hajtásokkal, a fürtökkel, a levelekkel végzünk, ebbe is egy több energiaráfordítás kell, mert annak jobban rendbe kell lenni ahhoz, hogy az a csökkentett hatású növényvédelem is hatékony legyen. Ez egy kompromisszum helyzet, de ahogy említettem, erre kell egy, egy hosszabb idő, hogy bio lehessen nevezni egy szőlősöt, hiszen ezek a erősebb növényvédőszerek ezek megmaradnak a, az adott területen, és ugye ki kell úgymond ürülnie a területnek, a szőlő növénynek ebből, illetve az is fontos, hogy a szőlőnek is át kell állni. Ugye növényként nem beszéltünk rendes immunrendszerről, mint az embereknél, de van egy ellenálló rendszere a szőlőnek, ami tud fejlődni, tehát hogyha elkezdjük ezt az átállást, akkor arra kell mindenkinek számítani, hogy főleg az első időben sokkal rosszabb lesz az eredmény. Meg nyilván az annak is köszönhető, hogy az embernek kevesebb a tapasztalata, és ahogy eltelik mondjuk öt év, úgy át lehet állítani egy szőlőültetvény bioművelésre például. Ez a szőlőbirtok, ha valaki esetleg nem tudja, ugye Egert elhagyva Kerecsend felé egy pár száz méterre található, Igen. tehát a földrajzi adottságaiból kifolyólag, de javicska tévedek, ugye még ugyanúgy a Mátrabük lábánál van, tehát Igen. egy hegyvidéki rész, tehát azt tudjuk, hogy az Egri vidék messze földön híres, tehát nyilván nagyon jó adottságok vannak, de ha már most lassan áttérünk ugye az akadémia mm. új borra, milyen szőlőfajtáknak a legoptimálisabb terület? A mi szőlőterületeink a Található. Az Eger városához tartozó dűlők közül a legdélebbi dűlő. Egyébként a kitettsége nem annyira meredek, egy kelet-nyugati tájolású terület. A tengerszint feletti magasság sem túl magas, az egri dűlők között ilyen közepesnek mondható. Igen, a, a bükknek a lábánál elhelyezkedő vulkanikus dombok, az egyike, ez a, a, a dűlő. Ugye alatta a kölyük pince soron riolitufa pincék találhatók, és nyilván kölyüktetőn is egy riolitufa alapkőzeten barna erdőtalaj jól gazdálkodunk. Ebben a dűlőben ez a barna erdőtalaj igen vastag. Tehát azt lehet mondani, hogy igen magas tápanyag tartom és vastag tápanyagdús réteg áll rendelkezésre, ami szőlőtermesztés szempontjából egyrészt jó, mert nyilván egy új telepítés nagyon gyorsan fejlődik, de sokan azt mondják, és erre nekem is vannak tapasztalataim, hogy egy kevésbé tápanyagdús környezetben egy idősebb szőlőterület, terület, ahol mi már jól az alapkőzetbe beszövődő, vagy a morzsalékos rétegeket átszövő gyökérzettel rendelkezik, az, az ásványosabb, gazdagabb borokat tud adni. Ugyanakkor a azt gondolom, hogy, a hogy jelenkorban a, a mélység mellett a gyümölcsösség, a, a finomság, az elegáns ízek is nagyon fontosak egy, egy borban, úgyhogy a nagyon jó vitalitás, amit egy ilyen gazdag talaj az is fontos a szőlőnövénynek, növénynek. Úgyhogy ez bizonyos szempontból előny, bizonyos szempontból hátrány, minden esetre egy adottság, a területre jellemző, mi ezen a területen gazdálkodunk, és ennek a területnek az adottságait igyekszünk kiemelni a borokban. Egy milyen fajták használhatók az egri borvidéken? Hát erről nagyon sok szabályzat rendelkezik, és az, sem mindegy, hogy melyik bor, melyik borászati termék esetében, mert ez változhat. Tehát egri bikavérben is vannak használható fajták például, de ezen kívül vannak más fajták, amik agriborként termeszthetők, vagy egribort lehet készíteni belőlük. Ez igen változatos, tehát egerben nagyon sok szőlőfajtát lehet termeszteni, ezek fehér és kék szőlők is, mind a kettőből nagyon sokat lehet termeszteni. Én még ennek hátrányát sosem érzékeltem a gyakorlatban, ez egy nagy pozitívum. Azért, mert tudunk alkalmazkodni az éppen az aktuális évjárathoz, minden évjáratban van olyan fajta, még a leggyengébben is, ami kiválóan szerepel, és akkor az a bor lesz abból az évjáratból a megfelelő illetve tudunk házasításban gondolkodni, ami szintén egy, egy egyediséget ad, mert ugye egy adott szőlőfajtát, mondjuk mondok egy nemzetközi szőlőfajtát, például a sárdoné, azt a világon mindenhol termesztik, és az egy bizonyos borászati eljárással el lehet érni azt, hogy a világon mindenhol szinte ugyanolyan ízvilágú bort ad. De egerben azzal, hogy a, a magyar és a nemzetközi fajtáknak elég színes palettájából házasított borokat készítünk, ez így viszonylag ritka. Talán nincs is más olyan borvidék, ahol például a, a kék frankos, a pinonóár és a Cabernet Franc egy házasításban szerepel, hiszen egy bordói és egy burgundiai fajta egy borban. erről mindenki csodálkozik, amikor egy bikavér esetén ez a két fajta egy borban megtalálható, mint házasított bor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy egyedi adottságunk, amit ki kell használni. A bikavér egyébként is egy olyan termék, ami azért, hogyha a borfogyasztókat megkérdezünk, a világban ismerik ezt a, ezt a márkát. Az biztos, hogy azon dolgoznunk kell, hogy egyre jobb és jobb megítélése legyen, hiszen volt olyan időszak, amikor nem volt ez olyan jó, de azt gondolom, ez a munka már régen elkezdődött, nem most kezdjük, és nem is az elmúlt egy-két évben, és jó úton haladunk, de nagyon sok energiát bele kell tenni, mert hiszen nagyon nagy a verseny a világban a bor területén, illetve ma már ugye nagyon könnyen eljut az információ bárhova a világon, és ez nagyon sok energiabefektetést igényel, hogy mi eljutassuk azt az információt, hogy Egerben a bikavér az a, az a bor, ami a bor borvidékre jellemző, és úgy gondoljuk, hogy a, a, zászlós bora kell, hogy legyen a borvidéknek. Egyáltalán az, hogy mi akadémia brand borról beszélünk, ez egy régi terve volt az egyetemnek, hogy egy magas minőségű bormárkát hozza létre? Igen, 2016-ban én azt a feladatot kaptam, hogy ebből a szőlőterületből és ebből a pincéből csináljunk egy jól működő egri borászatot. És nyilván egy jól működő egri borászat magas minőségű terméket állít elő. Ez egy igen, nagy kihívás volt nekem akkor, hiszen még nem volt túl sok tapasztalatom, főleg ilyen méretű birtok irányításában, illetve az adottságok is olyanok voltak akkori állapot, hogy nagyon sok fejlesztést igényeltek a szőlőterületek is és a pince is. Ezeket a fejlesztésekhez hál' Istennek lehetőséget kaptunk az egyetemtől is, pályázati forrásokat is be tudtunk vonni ilyen fejlesztésekbe, és nagyon szép utat jártunk be. Nyilván rögös az út, és ez eltartott pár évig. Több mint hét éve volt ez a a kezdet, amikor azt mondtuk, hogy akkor itt nagyon jó borokat szeretnénk készíteni, olyanok, amikre büszkék vagyunk, és az egri borvidék is büszke. És ennek a legutóbbi lépése az volt, hogy létrehoztunk egy olyan márkanevet, egy olyan új arculatot, egy olyan új borcsaládokat, olyan új borokat, amik már ennek megfelelőek, ennek a hitvallásnak megfelelőek, és méltó módon képviselik mind az egyetemet, mind az egyetemet fenntartó Egri Földhez megyét, és mind az Egri borvidéket. Az akadémia borok azok igen pár hete jelentek meg, de ahogy mondom, erre már régóta készülünk. Az, hogy mikor alakult ki ez a név, az nem egy olyan nagyon régi történet, tehát ennek meg kellett érni mind gondolatisíkon, mind a boroknak el kellett érni azt a minőséget, ami ezt eredményez. Ugye szőlőtermesztésben történt egy váltás, hiszen korábban sokszor lédigborértékesítés vagy szőlőértékesítés volt a, a cél, a termesztési cél. Ebből mi váltottunk minőségi borkészítésre. Ez például a szőlőtermesztésben azt jelenti, hogy nem a mennyiség a cél, hanem a minőség, ez a kettő nem jár együtt, kevesebbet kell termelni egy szőlőtőkén ahhoz, hogy jobb minőségű gyümölcsünk legyen. Sokszor a felét, egy harmadát vagy még kevesebbet jelenti a kihozható optimális, a maximális termelésnek. Ugye nem jó nagyon sokat, mert akkor tönkre megy az ültetvényünk nagyon hamar, az, sem jó, de van egy optimális mondjuk ilyen 4 kg per tőke, ami egy ilyen mennyiségi termesztésnél egy jó cél átlagos fajták nézve. Ehhez képest egy minőségi bortermesztés az a, mindenképpen a 2 kg alatt de ugye az egy kiló körül van per tőke, akkor azt mondom, hogy az egy jó minőségű termés lesz. Tehát ez egy negyed a másiknak. Viszont ezt is ugyanúgy, mint ahogy a biotermesztés esetén beszéltük, a szőlőnek meg kell értenie, hogy nekünk most változott a cél, de ez tényleg így kell elképzelni, és ez több évbe kerül, tehát nem olyan egyszerű hirtelen váltani egyik művelésmódból a másikba, és kell egy kis átállási idő, vagy hát nem is olyan kicsi néhány év. Ugyanígy, és ugye utána igaz az, hogy amikor ezek a borok már a jobb módon termelt szőlőből elkészülnek, annak még érnie kell a pincében, a palackban. Tehát ez mindenképpen időre van szükség, úgyhogy kellett ez a több mint hét év ahhoz, hogy, ezeket a borokat ebben a palackban, ezek, ezzel a címkével, ezzel a márka néve, hogy akadémia lepalackozhassuk, és kitessük büszkén az asztalra, hogy mi ezt tudjuk. És itt az akadémia borokból három kategória készült, Igen. ez már több helyen akár el is hangzott, de most a hallgatóknak Igen. mindenképpen mondjuk el, hogy mi ez a három kategória. A három kategóriák közül az első az a stúdium nevet viseli, három stúdium borunk jelent meg, egy fehér, egy rozé és egy vörös bor. Ezzel a kategóriával a fiatalokat és hát egyetem lévén a hallgatókat is megcélozzuk. Ezek könnyed borok, amik jól érthetőek. Ezek a borok, gondoljuk azt, hogy egy, egy fiatalt bevezethetnek a borkultúrába. Ugye nagyon fontos az, hogy a kultúrált borfogyasztással megismerkedjenek a, az Egerben tanuló hallgatók. Hát egy borvidéki központban tanulnak, még ha nem is szőlészborász szakon, de körülveszi őket a szőlő és a bor, főleg ősszel időszakban láthatják a szőlőt szállító traktorokat a városban is akár, és rengeteg boros program van, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy aki itt tanul, bárhonnan is jött az országból, vagy a világ más országából, az ismerkedjen meg a helyi borkultúrával, és ezek a borok erre nagyon jók, hiszen kedvesek, könnyűek, jól fogyaszthatóak, illatosak, nagyon finomak, könnyű megérteni őket. A következő kategória az a klasszikus akadémia kategória, ebben klasszikus, tehát egri klasszikus termékeknek megfelelő borokat készítünk. A két legfontosabb termék ebbe az egri csillag és az egri bikavér, tehát klasszikus egri csillag, klasszikus egri bikavér. Ezen kívül ebben a kategóriában most megjelent egy sardoné borunk is, ami hát nagyon finom, és azért gondoltuk, hogy érdemes önmagában lepalackozni, de alapvetően itt a, tehát mi a házasított borokra és a negri és a bikavérre szeretnénk hosszú távon fókuszálni, úgyhogy ez a két termék lesz az, ami ezt a klasszikus kategóriát majd meghatározza a jövőben is. A felső kategória pedig a superior kategória. A superior kategóriában most egy bikavért palackoztunk le, illetve egy késői születelésű lánykát is. Nyilván az édesbor készítés az számomra egy jó tevékenység, én ezt szeretem, mert ez egy ez egy természeti ajándék. Tehát ez nem lehet minden évben elkészíteni édesbort, főleg nem olyan szőlőből, aminél a botritis cinára által aszusodott szőlőbogyók is vannak, vagy csak abból készül. Ugye ugy ugyanúgy, mint Tokajban, Egerben is megjelenik ez. Csak nyilván ritkábban, meg nem olyanok az adottságaink, de megjelenik, és hogyha van egy olyan évjárat, akkor tudunk készíteni ilyen bogyóból készült bort, ami nagyon finom. Ez egy nagyon nagy ajándék. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy egy borásznak, hogyha van rá ki kell használni, mert ez egy természet természeti kincs. De erre ritkán van lehetőségünk, úgyhogy alapvetően itt a Superior Egri Bikavér és a jövőben a Superior Egri Csillag is fog a ebbe a kategóriába kerülni. Ezeket szeretnénk bemutatni. Ugye ez kell, hogy legyen a zászlós bora, vagy sokan úgy fogalmaznak, hogy a csúcsbora a pincészetnek, és én azt gondolom, hogy ha egy egri borászatnak egy, egy superior vagy grand superior egri bikavér a csúcsbora, az egy nagyon jó út, hiszen akkor azt a terméket tudjuk a tetőre helyezni, amire igazán büszkék vagyunk, amit úgy gondolunk nagyon sok egri közösen, hogy ez kell, hogy meghatározza a borvidéknek az identitását, és hogyha egy borfogyó Ugyasztó. ide látogat a tegerbe, és csak egy bort kóstol meg, akkor az legyen egy bikavér. Ezen a három kategórián túl esetleg vannak távlati tervek, mert a superior ugye van még a Grand Superior és a Csillagosék kategóriák, Igen. vagy vagy egyelőre elégedjünk meg ennyi, hiszen itt is azért elég szép a kínálat a három kategóriában. Hát a Superior és a Grand Superior az jelenleg nálunk annyira nem válik el. Ugye a borvidéki szabályozás korábban a dűlőben nem engedte meg a Grand Superior borkészítést, egy ideje már megengedi, úgyhogy az a tervünk, hogy ez a Superior és Grand Superior, ez, ez együtt fogja alkotni a csúcs kategóriát a termékpalettán. Hosszú távú stratégia mentén azért úgy gondoljuk, hogy fontos ragaszkodni egy adott szortimenthez. Úgy, mint ahogy jelenleg a sardoné borunkat is lepalackoztuk, úgy gondolom, hogy mindig lesz egy-két érdekesség, ami egy kicsit kivételét képezi ennek a leosztásnak, de hát ugye az is igaz, hogy hogyha én egy, mondjuk mondok egy példát, ha egyik évjáratban egy kiváló kabernéfra borunk születik, amit úgy gondolok, hogy önmagában palackozunk le, akkor ez ki fog maradni a bikavérből. És akkor lehet, hogy az gyengíti a bikavért. Nyilván, ha ez nem így van, akkor, akkor miért ne palackozzuk le önmagában? Van még egyébként tervünk buborékos vonalon is, tehát pesgőt is szeretnénk készíteni. Ezzel rajta vagyunk már pár éve, és most már vannak olyan alapboraink, amiket hamarosan palackba töltünk, tirázslikőrözünk, ugye Ilyen tervünk is van, úgyhogy ennek az útján vagyunk, mert nagyon szeretjük a Pesgőt egyébként, meg úgy gondoljuk, hogy az Egri borvidék egy viszonylag hűvös klímai borvidék, hogyha a világátlagot nézzük, és vannak olyan fajtáink, amik alkalmasak pezsgőkészítésre, de nyilván ez is ugyanolyan játék, mint egy édesbor vagy a sardoné. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Hegyi Ádám, és hát kívánom azt, hogy még több, még minőségi bor kerüljön a palacba majd az elkövetkezendő években, és ehhez sok napsütést ott a lankákon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, lézbe hallották.